Országgyűlés Sós Tamás, az MSZP képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Mennyi idő alatt és mekkora összegből rendezhetők Heves megyében a földrengés okozta károk? Sós Tamás képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, államtitkár úr, tisztelt ház! Két héttel ezelőtt, április 22-én bekövetkezett Heves megyei földrengés okozta károk kapcsán érdeklődöm. Heves, Átány, Tenk, Erdőtelek településekről érkezett a legtöbb bejelentés, de Eger, Gyöngyöst és Budapestet is érintette. Nagyobb károk Átányban, Tenken történtek, magánlakásokban, középületekben. Az első felmérések szerint 450 ingatlanból Tenken 380-ban keletkezett kár, ebből 100 ingatlanra nincs biztosítás, karitatív szervezetek igyekeznek segítségre lenni itt a lakosságnak. Szintén az első felmérések Átányban 552 ingatlanból 367 épületet ért kár, ebből 6 középület, melyből 2-t súlyos mértékben érintett a földrengés, és alkalmatlanná vált családsegítő épület, gondozási központ a feladat ellátására. Gondot jelent több területen, hogy magas a belvíz, tehát így a szivattyúzást sem tudták megoldani például az épületekben. Én az iránt érdeklődöm, hogy hol tartanak a kárfelmérésekkel, hány településen, középületekben, közműben, magánépületekben mekkora a kár, milyen további konkrét segítségeket tudnak nyújtani a települések számára Viszmajor alapból, közmunkaprogramból vagy más egyéb formákból, melyik település milyen összegben és mikor fog kapni támogatást, hány fő vesz részt településenként, és mettől meddig a közmunkaprogramban itt a helyreállítás kapcsán. Önök milyen további segítséget tudnak nyújtani? Magam is azon vagyok, hogy különböző karitatív felajánlások történjenek. Ugyanakkor vannak olyan esetek, ahol rászorulóknak gondot jelent például az építőanyaggal való ellátása. Érdeklődöm, államtitkár úr, hogy milyen koordinációs és konkrét segítő tevékenységet tudnak végezni. Köszönöm. Válasz.